isteni élettel, vízből és szentlélektől újjászülessék, és Krisztus testvérek az egyháznak élő tagjává legyen. Megkérdezlek benneteket, hogy mi lesz majd a gyermek neve. Márk. Mit kértek Márk és Eliza számára Isten szent egyházának? A kereszt. Kedvesek a szülők, nektek, akik gyermekeitek számára a kerességet kéritek, kötelességet lesz őket úgy nevelni, hogy időn szerint éljenek. Tartsátok Isten parancsait, úgy szeressék Isten és embertársaitat, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok ezt a kötelezettséget. Keresztül ígéritek el, hogy támogatjátok egy gyermekek szüleit az imént vállalt kötelességünk teljesítésével. Kedves Márk és Eliza, hogy örömmel fogad benneteket a keresztény közösség, és ennek a közösségnek a nevében most megjelölöm titeket a keresztnek jelébe. Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett fiadra. Tápláljunk egy szent igéddel, hogy megtisztult lélekkel, örvendezve szemléljük majd dicsőségedet, ami úgy Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben. Isten mindörökké, örökké. Most foglaljunk helyet és hallgassunk meg Istenünk üzenetet. Felhőből egy hang hallatszott,
míg az ember fia a holtak közül felváltozik. Ezek az a tényi. Kérlek,
Az esti szentmisén egy templomunk kórusa fog hallani.